Üdv mindenkinek, Sövény Ferenc vagyok. A szerb közéleti szellemvasúton már megszokhattuk, hogy egymást követik az egyre hajmeresztőbb és félelmetesebb húzások. De van egy dolog, amit időről időre egyik aktuális minisztertől a másikig elővesznek, hogy azzal borzolják az amúgy is megviselt szerb átlagpolgár idegrendszerét. És ez nem más, mint a sorkatonaság visszaállításának témája. Erőltette már ezt olyan védelmi miniszter is, aki saját maga sem szolgálta le annak idején a katonaságot. Most pedig az ex-belügyminiszter, a hűséges Nebojsa igyekszik ezzel az ötlettel bizonygatni hazafiságát, vagy csak vágyik rá, hogy főnöke ismét megbuksizza a fejét jutalmul a jól elvégzett munkáért. Sokak szerint viszont ez is csak gumicsont, amin az emberek rágódhatnak, vitatkozhatnak és addig sem törődnek fontosabb dolgokkal. A szerb hazafiaknál pedig garantált pontszerzés, mert azt a képet sugallja, hogy Szerbia erős és képes lehet a jövőben revansot venni a múltban elszenvedett sérelmekért, veszteségekért. Ez a történet így már nekünk magyaroknak is ismerős lehet, nem igaz? A magyar ember mindig jól jön, főleg golyófogónak. Tudták ezt már a Habsburgok, a németek vagy a partizánok a Petőfi brigádban, majd pedig a 90-es években a szerbek is a délszláv háborúban. Gyerekként éltem meg, hogy apámat behívták tartalékos katonának. Tizenévesen zúgtak el felettem a NATO harci gépek. A 90-es évek soviniszta légköre örökre nyomot hagyott az akkori generációkban, fiatalabbakban és idősebbekben egyaránt. Akkor is ugyanazok tapsoltak annak a rendszernek, szinte ugyanazoknak az embereknek, akiknek most is. Valószínűleg ez is szerepet játszott nálam, és még sok ezer szerbiai fiatalnak, kisebbségének és szerbnek egyaránt, hogy visszautasítsuk a fegyveres szolgálatot, és elmentünk civil katonának. Később pedig már annak se. Szép is jó a katonai romantika. A régebben szolgált rokonok, ismerősök sztorizgatásai, élményei, a macsó attitűd. De ez az intézmény és az állam már rég eljátszotta azt a bizalmat és büszkeséget, amit a katonai szolgálat teljesítése kellene, hogy jelentsen egy ember számára. Szerbia az elmúlt 30 évben folyamatosan harcban áll, de leginkább önmagával. Erre a problémára pedig a sorkatonaság visszaállítása biztosan nem fog megoldást jelenteni. Na de nézzük ezt más szemszögből is. Van-e értelme a hagyományos hadseregeknek a 21. században, amikor is a világ vezető katonai hatalmai már a futurisztikus jövőben járnak? Amikor egy fejlett nyugati állam katonájának már fizikailag a helyszínen sem kell lennie, hogy megsemmisíthesse a célpontot? Amikor minden automatizált, katonai drónok, robotrepülők, multifunkciós, hipermodern harcjárművek sokasága áll olyan hadseregek rendelkezésére, akiknek katonai szövetsége, a NATO, gyakorlatilag körbeöleli Szerbiát. Annyi esélyünk lenne ellenük, mint eltévedt bohóc halnak a cápákkal szemben. A számítások szerint a megvalósítás körülbelül 10 milliárd dinárjába kerülne évente az államnak, azaz nekünk. Egy olyan országban, ahol elmaradott az úthálózat, romokban az egészségügy és az iskolarendszer, ahol 4 emberből egy a szegénységi küszöb alatt él. A sorkatonaság pártolói meglepően sokan a nők közül kerülnek ki. Azért megnézném őket, ahogy lehúznak fél évet heti egyszeri olykor hidegvizes zuhanyzás, 30 éve lejárt konzervek és értelmetlen feladatok teljesítése közben. Hazalátogatás eközben meg alig-alig, mert valami Isten háta mögötti helyen vannak, és 2 napig tartana az út oda-vissza vonattal. A sereg majd megtanítja a fiatalokat a rendre, szorgalmasabbak, ügyesebbek lesznek az életben, és ad nekik erkölcsi tartást. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush.
Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy ha ez így lenne, akkor már a régebbi generációkon ez meglátszott volna. De sajnos azok között sem lett több erkölcsös ember, akik voltak katonák. Ahogyan az iskolától sem lehet elvárni, hogy megtanítsa a gyerekeinket olyan dolgokra, amiket nekünk, szülőknek lenne feladatunk példamutatással, odafigyeléssel átadnunk a következő nemzedékeknek. Úgy a hadsereg sem fog rendes embereket nevelni csak azért, mert valaki fél vagy egy évet akaratán kívül kénytelen eltölteni egy rosszul felszerelt romos kaszárnyában.